Ez a legnagyobb. Ilyen óriási batáták is teremnek a délalföldi Kunfehértón. A Víg család kisfiúk segítségével végzi az édes burgonya felszedését, melynek a termesztését alig 5 évvel ezelőtt kezdték néhány ajándékpalánta felnevelésével. 2018-ban kezdtük az édes burgonya termesztést, megtetszett, és úgy gondoltuk, hogy belevágunk a következő évbe egy kicsit nagyobb léptékkel is a termesztésbe. Az idei évben 3000 tövet ültettünk, ezek különböző fajták. A közismert sárga húsú, édeskés ízű mellett a fehér húsú keményebb állagú és kevésbé édes, míg a lilás színű változata gesztenyére emlékeztető ízvilágú. Az édes burgonya Dél-Amerikában őshonos, ahol évelő növény. A fagyot nem bírja, ezért nálunk éves ciklusú a termesztés technológiája. Május vége felé a fagyok után szoktuk elültetni, készítünk bakhátat. A bakhátra egy menetben a csepegtető szalag, illetve fólia kihúzása történik meg. Utána ültetjük a palántákat. A palánta beszerzése az általában ásott halomról, a bivajos tanya családi gazdaságtól szokott történni. Csepegtető szalaggal öntözzük, ugye. Az öntözés azt javasolják, hogy napi 1 liter per tő. Mi ritkásabban szoktuk, mert ugye a kötött talaj miatt itt a pangóvíznek az esélye sokkal nagyobb, ami nem jó a patáta számára. Hát igazándiból még jelenleg nem nagyon ismert kis hazánkban kártevője. Talán a csiga, illetve a rákcsálók azok, amik tudják keményen károsítani a betakarítás előtt a gumókat. Miután a férjem végigmegy a soron, kiemeli a batátát, elkezdjük osztályozni kisebb méretet és a nagyobb méretet külön válogatjuk. Leválasztjuk a gyökérről, a tőről, és a nagyobb darab földeket, gyökereket leszedegetjük, és így mehet utána a ládába. A batáta nevelése és betakarítása sok kézi munkát igényel, de 1 kg-os tövenkénti hozammal már rentábilis a termesztése. Vígék családi összefogással egészítik ki a jövedelmüket vele, mivel nagy a kereslet iránta, ezért a termőterületük további növelését tervezik már jövőre. A területünk az jelenleg 2400 négyzetméter. Jövőre az a terv, hogy növekedésképpen szinte az egészet szeretnénk beültetni, ami körülbelül 15 000 tő édesburgonyát jelent. Piacra járunk vele, illetve online értékesítjük. A terményünkből még a feleségem nagyon finom édesburgonyás süteményt tud készíteni, amit a család jó szívvel, illetve jó szájízzel szokott fogyasztani.